Megéred még azt az időt, megéred még azt az időt, sírva még el kapum előtt, sírva még el kapum előtt, megöleled kapum fáját, úgy siratod a gazdáját. Megöleled kapun fáját, úgy síratod a gazdáját. Száradj el bókor helytetőn, száradj el bókor helytetőn, száradj meg kedves szeretőm, száradj meg kedves szeretőm. S úgy száradj meg, mind a nátszál, mind a lekaszált szénaszál. Úgy száradj meg, mind a nátszál, mind a lekaszált szénaszál. Elmehetsz már kapum előtt, elmehetsz már kapum előtt. Nem vigyázlak mindezelőtt, nem vigyázlak mindezelőtt, mert ezelőtt vigyáztalak, újult szívem, ha láttalak, mert ezelőtt vigyáztalak, újult szívem, ha láttalak. Nem átkozlak, nem szokásom, nem átkozlak, nem szokásom. Csak a sűrű sóhajtásom, sasok sűrű sóhajtásom. Mert az átok helyet keres, azt fogja meg, akit szeret. Mert az átok helyet keres, azt fogja meg, akit szeret. Az államvizsga előtti utolsó téliszünetét tölti a szülői házban Korda Ági, a Slama Band énekesnője. Életútjáról és szakmai pályafutásáról kérdezzük. Nagyon fiatal vagy, és mégis a népzene felé kötelezted el magad. Mikor kezdődött az első kapcsolatod a népénekléssel? A népénekléssel konkrétan negyedik osztályos korom körül, amikor Szabó Anikó, az akkori énektanárom jelezte nekem, hogy szerinte érdemes lenne elindulnom Kunhegyesen egy versenyen. És ekkorára elkezdtünk készülni, több versenyre is elmentem, és hatodik osztályos koromban kezdtem el zeneiskolába járni. Ott először klasszikus hegedültem, és az ottani hegedű tanárom volt az, aki egyben a népzenét is tanította. És miután volt egy olyan verseny, amiben ő is segített nekem a felkészülésben, ezután ő is jelezte nekem, és én is mondtam neki, hogy hát akkor inkább a népzene az, ami engem igazán megragadott. Emlékszel arra a pillanatra, vagy arra az első dalra, amikor a népzene mellett elkötelezted magad? Nem tudok kiemelni egy dalt, viszont van egy olyan élményem, hogy Lagziban voltunk éppen, egy családi Lagziban, hát ez még korábban volt. Tényleg én 8-9 éves lehettem, és ott a mulatós és nótás zenék mellett egy-egy népzenei szemelvény is felcsendült, és az unokatestvéreim ilyen furcsáló tekintettel néztek rám, hogy így felcsillant a szemem, és akkor én ezt élveztem. Tehát ez volt az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy engem inkább ez a vonal érdekel. Az általános iskolában azért a népzene még mind a mai napig eléggé elhanyagolt egy műfaj. Te akár Tiszai Garon, akár a Tiszafüredi éveid alatt kaptál valamiféle inspirációt, ami a népzene irányába mozdított el? Én úgy gondolom, hogy itt az énektanáraimtól leginkább ők nem hanyagolták el annyira a népzenét, és elég sok népdalt megtanultunk, tehát lényegében az összes általános iskolások számára előírt népdallal megismerkedtünk, és a zeneiskolában pedig tényleg ott kifejezetten ezzel és a gyűjtésekkel ismerkedtem meg. Tehát az volt az első, amikor
amikor nem valakitől hallottam, hanem tényleg az eredeti felvételeket is megismertem. Ami elsőre kicsit furcsább volt, és nehezebben emészthető, ugye, mert ki kell hallani a hangokat a hamis hangok közül is, illetve a szöveget is, de nagyon jó élmény volt. Tisza Igaron, illetve Tisza Igar környéken fedezte fel olyan sajátos helyi népdal, kincset, szöveget, zenei világot, ami csak erre a vidékre jellemző? Az az igazság, hogy ezen a területen eléggé kevés a fellelhető népzenei anyag. Járok táborokba is, és ugye hát Römer Ottó volt a tanárom középiskolában is, és ő az egyik szervezője a tiszafüredi népzenei tábornak. Ők foglalkoztak azzal, hogy akkor a helyi népdalokat is felgyűjtsék, vagy legalábbis valami anyagot szerezzenek róla. Nagyon kevés az az anyag, és leginkább új stílusú dallamok. Tehát nyilván a történelemnek köszönhető az, hogy itt annyira nem őrizték meg ezeket a dalokat. Családod nagyszüleid kapcsán azonban vannak erdélyi gyökereid, mint az előbb már utalt erre. Ezek az erdélyi gyökerek mit jelentenek számodra egyáltalán? Az erdélyi népdalkincset mennyire sikerült tanulmányoznod? Hát ugye az anyai nagymamám által van gyímes középloki kötődésem. Hát mivel nem abban a közegben éltem, ezért nekem is ugyanúgy vissza kell tanulnom, mint bárki másnak, aki itt lakik Magyarországon, és nem a gyímesi emberek között. Hát úgy gondolom, hogy azért valamilyen extra kíváncsiság mégiscsak van bennem ezzel kapcsolatosan, és foglalkoztam is a gyímes középloki és a gyímesi népzenével. Hát úgy gondolom, hogy még kellene mélyebben is tanulmányoznom, de annyira már tanulmányoztam, hogy azt mondhatom, hogy helyek közel ismerem már. Ha egy olyan vidéknek a népdalkincsét énekeled, amely akár családi, akár érzelmi kötődés fűz hozzád, könnyebb egy ilyen érzelmi, hangulati világot átélned? Én mindig úgy próbálok népdalokat választani, ha csak nem kötelező valahová valami mást vinnem, hogy az lelkületben hozzám közel álljon. Tehát sosem éneklek olyat, amennyiben lehetséges, ami akkor abszolút nem illik rám. De szerintem ez mindenkire jellemző, hogy próbál a hangulatának megfelelő népdalokat választani. És én is ezt teszem. Az utolsó CD-teken a moldvai zenét népszerűsítetek. Ez tudatos választás volt? Hát a zenekarunknak az alapító tagja, Szlama Laci, ő kobzon játszik, ugye a koboz az leginkább a moldvai zenére jellemző, sőt, hát fő csak arra Magyarországon. És így valamilyen szinten be volt határolva az, hogy akkor milyen zenével is foglalkozunk, bár ugye Laci rengeteg más hangszeren is játszik, tehát tudunk az egyéb dialektus területekről is válogatni, de így ez volt az, mivel ő azt a zenét tanulmányozta jobban korábban, ezért így mindannyian afelé fordultunk. És hát a moldvai daloknak megvan a maga sajátossága, kicsit másabbak, mint az egyéb népdalok is. Például a feldolgozások által így a közönség számára is talán kicsit könnyebben emészthető. Tehát népszerűbb, könnyebben fogyasztható? Olyan dallamok vannak, amik tényleg bárhol megállják a helyüket. Nem mondom, hogy a többi bennem, de talán ezeket jobban szeretik. És ez az éneklési technikában is megmutatkozik? Hát éneklési technikájában a moldvai dalok nehezebbek, legalábbis nagyon sok, másképp díszítenek, és ez mutatja a nehézséget bennük. Hát vannak nyilván egyszerűbb dalok is, de mivel feldolgozásokat is játszunk, ezért én is engedek meg magamnak egy kis szabadságot az éneklésben, tehát nem mindig autentikusan éneklem az adott dalt, hanem van az, hogy egy kicsit ágisabban. Előző CD-teken viszont a népzenét angol nyelven próbáltátok népszerűsíteni. Azért a magyar népzenei, magyar népdalkincset az angol látságra átültetni, azért ez nem lehetett egy könnyű feladat. Hát igen, ez az egész onnan indult, hogy van egy fordító, Létai Nagy Bálint, aki megkereste, hát elsőként Szlama Lacit, és bele így a Szlama Bandet is,
hogy ő népdalok fordításával foglalkozik, és szeretné, hogyha nem csak a papíron jelenne ez meg, hanem meg is szólalhatna. És hát megbeszéltük a zenekarral, hogy akkor ezt megvalósítjuk. Ő, hát elkészített ekkora már rengeteg népdalfordítást, és még mi is adtunk neki ötleteket, hogy miket szeretnénk, és így készült el végül is a lemez is, amin angol és magyar nyelven is megszólalnak a dalok. A magyar fülnek mennyire idegen egy magyar népzenei hangzásvilágnak ez a lágy angol nyelven való tolmácsolása? Hát én úgy gondolom, hogy teljesen. Még számomra is, pedig ugye én ezt rendszeresen hallgattam, ugye tanultam a dalokat, nekem is nehéz volt. Ugye a fordítási nehézség is, ugye, hogy megmaradjanak a szótagszámok, megmaradjanak a rímek, és könnyen énekelhető legyen. Tehát volt olyan, hogy Bálint elkészített egy fordítást, és akkor én jeleztem neki, hogy hát, hogy ezt nem lehet elénekelni erre a dalra, mert az ember nyilván próbálja beletenni azokat a díszítéseket, amiket a magyarban használ, és mondjuk egy szótagra az nem illik. És hangzásában is idegen, tehát sok negatív kritika érkezik, főleg a szakmai részről, viszont nagyon sok pozitívumot is kaptunk ezzel kapcsolatosan. Hát jó magam azt gondolom, hogy nyilván ez is egy eszköz arra, hogy akár az emigránsok, hát mondjuk sokadik generációját már megszólítsuk, akik esetleg már nem beszélnek magyarul. Én viszont ezt csak egy eszköznek érzem arra, hogy a későbbiekben megtanuljanak magyarul, vagy akár magyarul énekelni dalokat. De például az egyik egyetemi tanárom mondta, hogy ha jól tudom, valami északi országban lehetett, ilyen Erasmus program keretén belül, és ő saját maga készített gyerekjátékoknak fordításait, mivel korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy magyarul nem tudták elénekelni, és így viszont átérezték azt a közösségi erőt, amit a magyar népdal tud adni. Tehát lényegében célt érez is. Szeretnél, és nem elsősorban énekesnőnek készülsz? Igen, hát nagy volt a dilemma egyébként bennem azzal kapcsolatosan, hogy az éneklés legyen a fővonal, vagy valami más. Viszont általános iskolás voltam második osztályos, amikor kijelentettem itthon, hogy én tanítani szeretnék, és voltak kisebb kitérők, de mindig visszatértem ehhez. Hát volt egy olyan, és amikor ugye magyar szakot kezdtem el, és akkor leginkább a középiskolai korosztállyal szerettem volna foglalkozni, de hamar rájöttem arra, hogy nem ez a generációhoz, vagy nem is ez a korosztály az, amivel én foglalkozni szeretnék, hanem a kisebbek, és akkor így döntöttem amellett, hogy inkább általános iskolai alsó tagozatosokkal szeretnék foglalkozni. És hát a népéneket is szeretném tanítani. A Hagyományok Házának van egy képzése, ami végzett pedagógusoknak szól, és a népének tanítását helyezi középpontba. Külön kitér minden egyes dialektus területre, és a végzett pedagógusoknak nyújt segítséget, hogy a kisebb korosztálya ezt hogyan ismertessék meg. Nem lesz könnyű dolgot, hogyha a mostani a tagozatos generációnak a zenézés világát, illetve azokat a hatásokat nézzük, amelyek érik őket. Hogyan tudod majd hozzájuk eljutatni ezt a nagyon speciális területet? Én úgy gondolom, hogy nagyon sok múlik a családon, de ugyanannyi múlik a pedagóguson is. És most a gyakorlataink alatt kiderült, hogy ez tényleg így van. Tehát olyan gyerekek is szeretik a népzenét, illetve a klasszikus zenét, akiről azt gondolná az ember, hogy korosztályát tekintve nem kellene, hogy ezzel mondjuk mélyebben megismerkedjen, vagy mélyebb tudomást szerezzen bizonyos dolgokról. Viszont olyan tanítójuk van, aki megfelelő hangsúlyt fektet mindenre. És én is ezt szeretném, és nem kifejezetten csak a népzenével megismertetni őket, hanem ugyanúgy a klasszikus zenével is, mert sok családban ezzel sem ismerkednek meg a gyerekek, úgyhogy hát most voltam éppen az utolsó gyakorlatomon 6. osztályban, ami már ugye nehezebb, mert ugye 12 éves korosztály, az már kiskamasz, nehezebben fogad be dolgokat, és a csoportársaim korábban csak klasszikus zenei órákat tartottak egy-egy népdallal. Én viszont, mivel az utolsó órát tartottam, úgy gondoltam, hogy kicsit rendhagyó leszek, és egy reguléssel kapcsolatos órát tartottam, ahol megismerkedtünk egy dallammal, majd magával az egész szokással, és végül ők is ilyen regülő csapattá váltak, és
ha még az elején volt is bennük egy kis ellenállás, de a végére visszaváltoztak gyerekekké, és nagyon élvezték, és tényleg nagyon jó kis regölések születtek. Előfordult már az, hogy valahol felismerték a tanítónénét, aki egyébként színpadon is és együttesben is énekel? Hát mivel még nem vagyok gyakorló pedagógus, ezért így nincs erre lehetőség, hogy mondjuk az egyik tanítványom oda jöjjön, hogy hát én vagyok az. De szerintem a későbbiekben lesz ilyen. Tehát attól, mert a tanítást választom fő útvonalamnak, mellette mindig ott marad a zene is, és talán a színpad is. Próbálkozom vele. A következő fellépésetek februárban lesz a Művészetek Palotájában. Hogy tudod az utolsó vizsgaidőszakodat és a fellépéseteket összeegyeztetni? Hát szerencsére már az utolsó vizsgaidőszakomban annyira sok vizsgám nincs, összesen 4 vizsgám van, ebből már 2-t letudtam decemberben, így 2 maradt januárra. És hát emellett belefér az időmbe, mondjuk januárban is lesz egy szintén Művészetek Palotájás fellépésem, ez Krajcsó Bence zenész barátommal, őt a Felszállott a pávából ismerhetik az emberek. Vele is szoktunk duóban együttműködni, és 19-én vizsgázom, 20-án pedig megyek a Művészetek Palotájába vele. Tehát meg tudom egyébként oldani. Szerencsére nem kell sokat készülnem a vizsgákra, úgyhogy elég egy-két olvasás is minden a fejemben van, úgyhogy ez ilyen isteni szerencse és áldás. Akkor sok sikert kívánunk a következő időszakra, mind az államvizsgáthoz, mind pedig a Művészetek Palotájában való fellépésedhez. Köszönöm, és viszont kívánok minden jót! Winds of spring bring floods and waters, my flower, every bird pairs up with another bird, my flower, so I wonder whom shall I choose, my flower. You shall choose me and I choose you, my flower.